A Vajdasági Magyar Szövetség 36 jelöltet indít a helyhatósági választásokon. A listán minden harmadik jelölt nő, valamint igyekeztek úgy összeválogatni a jelölteket, hogy minél több terület képviselethez jusson. Földművesek és orvosok is szerepelnek rajta. 36, tehát teljes listával indul az VMS az önkormányzati választásokon. A köztársasági választásokra 250-es nagy listára óbecsülő 19 jelöltünk lesz a tartományi listán pedig a 60-ból 5. Az egyéni jelöltet már említettem, Magiszter Fehér László a 10-es választási körzetben megy, ugyanúgy, mint ahogy eddig is 2008-tól. A képviselőnk ugyanezt megismétli a mostani választásokon is. Fehér László annak ellenére, hogy nem tudja, kik lesznek ellenfelei az elkövetkező választásokon, reményét fejezte ki, hogy a polgárok ismét mellette teszik le a voksukat. Most másodízben indulok a tartományi választáson, mint egyéni jelölt, VMS-nek a jelöltje vagyok itt túlbecsekösségben. 2008-ban az itteni választóknak köszönhetően megnyertem ezt a választást. Remélem most is ö, sikerülni fog. A tartományi listát kedden adják át újvidéken a tartományi választási bizottságnak, a köztársaság itt pedig szerdán Belgrádban.